Ezt nem hiszem, mert megint 500 ezer lesznek a büféni. Éhen fogok halni meg, megszánsz egy kis kajával, légy szíves. Persze, itt hoztam kóvát. Na jó, hogy készültél, köszönöm szépen. Jó van, késed van, vagy kérjek a portán? Hát azt told már meg. Ja, jó van. Na végre szület van, megyek is megint vécére. Te minden születben mész vécére? Mit csinálsz? Ennyit fosó vagy mi van? Ott fosok a matek órától. Ja, attól én is, akkor menjünk együtt. Hallod Ferike, te nem félsz, hogy mindig elhozod a tanárnő székét az asztalt, azt abban is szünetben? Mi van, ha bejön? A kényelmes, legalább szünetben hadd üljek rajta. Igaz. Végre szünet van, ezért meg tudom írni a következő órára a házi feladatot. Csak... Mit csinálsz? Hát megírom a házi feladatot, szünetben szoktam megírni, nem vetted még észre? Dika Streber. Szájával, hát ezen az asztalon eszünk, büdös a lábad is. Hát megszagulod közelről? Minusz 80 fok van, az miniszoknyába jön az iskolába, ez a csaja normális. Ez meg az orrába túl. Azért, hát beszéljük ki. Beszéljük ki a Bélát is. Egész órán telefonoztunk, nem hiszem, mert valami mást is kéne csinálni, nem? Hát várja még ezeket az ellenségeket, le kell győzni. Igaz, nekem meg a következő szintet teljesíteni kell. Hallod, Dani, ezen a jegyen fog múlni a kettesen, most írjuk ugye a dogát, ez fontos lenne, hogy valamit találjunk már ki. Megműtselek? Aha. Jó. Műtét, műtét, tanárnő, bocsánat, Ferikének, iskola undor, féreg férkőzött a fejébe, hajtsa le a fejét! Hú, ez nagyon durva iskola undor, féreg, sajnos haza kell bocsájtsam a Ferikét, ne haragudj! Állandóan videókat nézel, ahelyett, hogy tanulnál. Te fingottál? Én nem. Akkor én voltam? Uh-huh. Ja? Jó. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele, két szegény legény szántanyeme. Bodor a levele, de nincsen kenyere. Össze, egyes, köszönöm. Ne billegjél már, mert hátra borulsz. Jó van, már ne szóljál már hozzá. Te mit kötekszel vele? Menjél ki, vagy mi visz még mindig mellettem? Talán ültetést kérek szépen. Ja, Dani, ültesse már. Ja, persze, már megint engem. Mindig, ő dumál állandóan, nem hagy békén. Nem tudok szünetben tanulni se. Ezt nem hiszem, mert megint 500 ezeren lesznek a büfébe, nem? Megint éhen fog dögleni már lassan. Dehogy is itt van, figyelj, hoztam kóbát. Megcsinálod nekem? Mert csinálod. Egy szálot megkapok? Sajnáljon, egy szál kóbát! Na végre szünet van, megyek is vécére. Mi ezt minden szünetbe kakíni? Vagy mit csinálsz a vécén? Izgulok a matek órától. Ja, az megfosat, mi? Aha. Hát tudom, engem is megszokott. Hallod Ferike, nem fosó, hogy a tanárnő székébe ülsz? Na, az előbb is fosta. Tényleg rossz a szöveg. Na, végre kicsöngettek, a következő órára meg tudom ilni. Szájával lehet ezen az asztalon eszünk, a büdös a lábad. Szagult meg akkor! Szájával lehet ezen az asztalon eszünk, büdös a lábad is. Hát megszagulod közelről? Nézd már, minusz 80 fok van, azt miniszoknyában... Ja, azt nem kiabálva mondom. Nem, nem. Nézd meg, mindenki be van punyadva, dobjuk már fő a hangulatot. Jó. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, küldjétek el a pattársatoknak ezt a videót, és osszátok meg, ha tetszett. És van egy nagyon nagy bejelentésünk a Ferikével. Szerdán, képzeljétek el, meglátogat minket Németh Kristóf, ugye a Barátok közből Kertész Géza néven ismerhetitek, vagy most a drága örökösökben. Yeah. Polgármester, azt hiszem? Aha. Polgármester, úgyhogy nagy megtiszteltetés számunkra. Szerdán egy iskolába fogjuk felvenni, ő lesz a tanár, mi pedig a diákok ketten a Ferikével, úgyhogy írjatok le szituációkat, hogy milyen szituációkat várnátok vele. Ugye ő egy profi színész, mi amatőrök vagyunk, nem tudjuk, hogy fogunk szerepelni, de nagyon nagy megtiszteltetés, úgyhogy reméljük, hogy már csütörtökön ki fog kerülni a videó, úgyhogy bízunk benne, hogy várjátok, nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Köszönjük szépen! Sziasztok!